Signore e signori, siamo nella parte moderna. Hölgyeim és uraim, Róma modern város részében járunk. Láthatják önök is, hogy a 20. század építészete milyen harmonikusan illeszkedik az ókori Róma város képébe. Múlt és jelen összesimul, kellemesen megfér egymás mellett. A két világháború közötti időszak alkotásai ugyan magukon viselik a kor túlzott reprezentációra törekvő szellemét, de azért valódi építészeti kultúrára vallanak. Az egykori Dulce Mussolini monumentális épületei, az ősi Rómára emlékeztető szobrai mai szemmel talán különösen hatnak, de Rómához ez is hozzátartozik. Ez annál is inkább így van, mert a 30-as évek épületei és sportpályái, például a híres Márvány stadion látta vendégül az 1960-ban megrendezett olimpiai játékok versenyzőit. Először úszóinkat kerestük meg, hogy edzésükről egy-egy pillanatot ellessünk. Csikányt, Killerman Klárit még szárazon találtuk. Dobaival már több szerencsénk volt. Madarás Csilláért is szívesen merültünk víz alá. És végül Csikányt is kivártuk. Rajki Béla szakértő szeme még lát javítani valót, akárcsak Matura Miska bácsiét Tatán a nehéz emberek edzésén. Most Poyák Imrén a sor. Tornásznőink legtöbbjét a zöld pázsiton találtuk. Pontozzanak, kinek a gyakorlata tetszik jobban, Duca Anikóé, Tülejutkájé, vagy Tas Olgái a gerendán. Mi nem tudtunk dönteni. A szomszédos teremben tőr és kardvívóinkra bukkantunk. Dömölki Lídia most fejezte be edzését. Kovács Pál pihent, Horváth Zoltán éppen kezdett. S vajon mit kezd Albert Flórián a labdával? Nos, ilyen kitöréseket szívesen vennénk tőle az olimpián is. Gól után kirúgás? Itt minden lehetséges, még az is, hogy az apró termetű súlyemelő Földi legyőzze a birkózó óriást Kozmát. A déli pihenő alatt felkutattuk Kárpáti Rudolfot is. Levezető edzésben találtuk Delnekit és Sákovicsot. Augusztus 20 nemzeti ünnepünk, és ez egy jó alkalom volt arra, az olimpiát közvetlen megelőzően is, hogy a kékesi és a tokai adót üzembe helyezzük. Nem részletezem, hogy hogyan, de igen nagy erőfeszítések árán sikerült is. Akkor végeztük el a méréseket, amelyek azt mutatták, hogy a kékesi adó az körülbelül ezzel a területtel bővítette az ellátott terület nagyságát, tehát mondjuk, hogy ezen a részen. A tokai adó, amit szintén augusztus 20-án helyeztünk üzembe, az valamivel kisebb területen, azért, mert ez az adó, ez csak 1 kW-os volt.
Ezzel közel az ország egy harmadán, vagy pedig inkább még egy kicsit nagyobb részén lehetett venni a műsort. Ez lélekszámban mit jelentette? Ez azt jelentette, hogy a Római Olimpia évében az előfizetői létszám 100 000-re növekedett, amiből 62 000 Budapesten volt, 62 000 néző. Körülbelül ebben az időben kezdtek el működni a PVC elkezdő berendezések. Ezekkel ilyen műanyag esőkabátokat készítettek, és nagy frekvenciás árammal történt a melegítés, a hegesztés. Csúnya, ronda zavart okozott ez a képernyőn, hogy például megnézzük egy ilyen monitort, egy ilyen tenyérnyi széles, fekete csíkot adott a képernyőn, és amikor így nyomták az elektródát, akkor ilyen hangot adott. Mi már tudtuk, hogy ez PVC egesztő, de azt, hogy ezt megkeressük, ahhoz bizony néha hetek teltek el, amíg egyet fölfedeztünk. Hát épp az olimpia előtt volt az, hogy akkor az egyik miniszter helyettesnél, a belügyminiszter egyik helyettese volt, szintén ilyen zavar jelentkezett, és ő is kérte a zavar elhárító szolgálat segítségét. Meg is jelentünk a lakásán, meg is fel is ismertük azonnal, hogy PVC egesztő zavar, csak közöltük vele, hogy tapasztalataink szerint ez legalább 2 hétig eltart, amíg megkeressük, hiszen más nem tudunk csinálni, mint fölmegyünk a háztetőre, és vevő mérőműszerünkkel, amelynek irányított antennája van, körülbelül bemérjük, hogy milyen irányból jön az egyik háztetőn, aztán 200-300 méterre alébb egy másikról, szintén, hogy milyen irányból jön, és a kereszteződési pontban keressük majd a hegesztőt, amely lehet 500-600 méter távolságban is. Közeledett az olimpia, miniszterhelyettes elvtársam igen ideges lett, és kérdezte, hogy miben tudna segíteni. Hát mondtuk, hogy mi sem tudunk sokkal többet tenni, mint hogy amikor körülbelül tudjuk, hogy hol van ez a zavaró készülék, akkor a házmestereknél érdeklődünk, hogy kinek van ilyen, melyik házból visznek ki be esőköpenyeket, stb. Azt mondja, hát ez ilyen egyszerű, akkor ő szívesen segít nekünk, másnapra mondta, hogy jöjjünk el, és akkor majd valamiben segítségünkre lesz. Másnap aztán, amikor megjelentünk, 10-12 jól öltözött, igen, izmos fiatal ember várt minket, akik megkérdezték, hogy körülbelül merre keressenek, gondolom sem kell, hogy fél nap alatt megtaláltuk a hegesztőt, és ezzel természetesen nem csak az ő zavarát, hanem az egész környékét sikerült megszüntetni, még az olimpia előtt. A Római Olimpia televíziós közvetítése a magyar televízió számára az első igazán nagyszabású sorozat közvetítés volt. Előtte volt ugyan éppen a sport területén már rövidebb, hosszabb sorozat közvetítésünk, ebből is a legrangosabb Garmisch-Partenkirchenből a műkorcsolyázó Európa-bajnokság közvetítése volt, de ilyen 3 hetet átfogó, naponta 2-3-szor megjelenő adássorozat összesen kb. 35 órában, hát ilyen még nem volt a magyar televízió történetében. Egy ilyen hivatalos nyilatkozó, akinek a Római Olimpiáról kell nyilatkoznia, mint nekem, akinek ez volt életemben az első igazán nagyszabású sportkommentátori munkám. Ugye azt kéne, hogy elmondja, hogy fantasztikus izgalommal készültem, és hogy micsoda felejthetetlen élményt jelentett az olimpia. Az igazság az, hogy készültem annyiban, hogy halálosan meg voltam rémülve, hogy repülőre kell ülnöm. Ez lett volna tudnilik, vagyis ez volt az első eset, hogy életemben repülőre ültem. Most Radnai Jancsi, akivel együtt mentünk, gondoskodott róla, hogy ne izgassam magam túl korán, már a fölszállásnál azt mondta, hogy az egyik motorral baj van. Így aztán meglehetősen jó hangulatban repültem végig az utat. Egyébként ott mondta ő azt is, hogy ha jól emlékszem, mikor már szálltunk lefelé, és már megelégelte, hogy ömlött rólam a víz egész úton. És akkor mondta, hogy nézd le, nézd meg, pontosan ugyanolyan emberek élnek itt is, mondta 10 000 méter magasban, csak egy kicsit jobban vannak öltözve. Első olaszországi tudósításunkban először Campo Farioliba, a római olimpiai faluba látogatunk. 5 világrész sportolóinak 3 héten keresztül itt lesz az otthona. A görögországi olimpiában gyújtott láng augusztus 24-én érkezett Rómába, ahol a történelmi nevezetességű Kapitólium előtt ünnepélyesen fogadták.
hagyományok szerint az ünnepélyes felvonulást az újkori olimpiát felelevenítő Görögország sportolói nyitják meg. A két Németország sportolói közös lobogó alatt vonulnak fel. Már a megnyitó ünnepségen megszületett az első olimpiai rekord, mert Rómában az olimpiák eddigi történetében a legtöbb ország 86 nemzet sportolói adtak találkozót. Rather Johnson, a 10 próba világcsúcs tartója viszi az Egyesült Államok lobogóját. A megnyitó közönség lelkesen üdvözölte a magyar olimpiai csapatot. A Szovjetunió küldöttsége a legnépesebb. 245-en vonultak fel. A Szovjetunió sportolói ezúttal harmadszor indulnak az olimpiai küzdelmekben. A sportolók felvonulását a rendező Olaszország küldöttsége zárja be. Az olimpiai fáklya megérkezik a Márvány stadionba. Giancarlo Peris, olasz főiskolás futotta végig a pálya utolsó szakaszát. A stadion legmagasabb pontján elhelyezett kandelláberen kigyullad az olimpiai tűz. Kezdődött öt világrész legjobb sportolóinak békés vetélkedése, a 17. nyári olimpia. Általában Rómáról az az emlékem maradt meg, hogy egy sarúban és egy sortban rohangálunk mind a ketten, egyik helyszínről a másikra, és időnként közvetítgetünk is. Ez az időnként 31-nány órát, ezt Radnai pontosabban tudja, jelentett. Úgyhogy akkor még úgy osztottuk, vagy én voltam, aki beszél, és Radnai volt, aki gondolkodik. Ez volt a munkamegosztás, neki még ezen kívül meg kellett rendelni a vonalakat, meg idegeskedni, hogy a kép eljöjjön, ezzel nekem semmi dolgom nem volt. Helyette azonban kaptam ajándékba az úgynevezett off-tube közvetítést, ezt a kifejezést én ott tanultam meg. Off-tube szó szerint kérem szépen azt jelenti, hogy a csőről, ezt valahol le is írtam, hogy milyen eredeti az angol nyelv, csőről közvetíteni. A cső tulajdonképpen a tube, ez nem tudom, látja a kamera, az itt egy tévékészüléknek a képcsöve, amin látják ugye a képet, ez a cső, a tube. Tehát amikor az ember a csőről közvetít, a képernyőről, nincs a helyszínen. Elvileg azóta már megtanulhattuk volna ezt a módszert, én már azóta sok mindent közvetíthettem a csőről. Élőbe futballmeccset, sőt volt egy olyan eset, amikor a Hazai Esték című műsor jó két órás élő adás volt, utána át kellett menni a szomszéd stúdióba és élőbe közvetíteni, vagy begdöntőt, vagy kegdöntőt, már nem emlékszem. A lényeg azonban az, hogy itt még nem volt ebben túlzottan nagy rutinom. Na most, történt pedig, ja, hát hozzá kell tennem persze, hogyha az ember off-tube közvetít, akkor nem árt, hogyha nyugalmas körülmények között van. Legalább háromszor annyi információja van a várható versenyről, a résztvevőkről, a pályabeosztásról, mint amennyi egyébként mondjuk a helyszínen elegendő lenne. Na most, hadd meséljek el egy ilyen off-tube közvetítést. Nevezetesen ez egy döntő volt, ahol magyar is érdekelt volt. Nevezetesen ez a Kenu 1-es döntője volt, ahol Parti János is evezett. Ezen az olimpián volt először a televízió kint velünk, és hát a televízióban tudták azt, hogy a magyar versenyző fehér sapkában van. Igen ám, de én a rajt előtti pillanatban, hogy ezzel is könnyítsek a hajón, én a sapkát bedobtam a vízbe. Volt viszont a Szilajev, szovjet versenyzőnek, a Szilajevnek egy hasonló sapkája, ő meg a rajt előtt tett fel egy másik sapkát a fejére. Így aztán a televízión keresztül mindenki a fehér sapkásnak szurkolt Magyarországon, és hát eléggé elkeserítő volt az első pillanatban, amikor a fehér sapkás második lett. Ezt én csőről, vagyis off-tube közvetítettem, nevezetesen a Flaminio futballstadionnak az árkában úgy, hogy ott viszont egy olimpiai futballmérkőzés zajlott ez alatt. Vagyis ültem az árokba, ahonnan
normális kömeget a futballt is kellett közvetíteni, és játszottak is egy meccset, már meg nem tudom mondani milyen meccset, nekünk azonban magyaroknak nem csekély fontosságú versenyszám döntője zajlott. De azt meg kell adni, hogy az olaszok nagyon előzékenyen adtak úgynevezett guide-ot hozzá. A guide az egy olyan magunkfajta ember normális körülmények között, tehát egy kommentátor. Így például Szőnyi János volt Mexikóban kommentátor egy off-tube közvetítésnél, ami ugyancsak ilyen fontos volt, mert ugyancsak kajakkenu verseny volt, és aki emlékszik, az tudja, hogy ott miket értünk el, milyen eredményeket. Itt azonban egy angolt, nagyon derék dolog, egy angolt küldtek ki, hogy a helyszínen ő egyedül van, és az összes többi kommentátornak ide a fejhallgatóba elmondja, hogy mit kell mondani, mert hát végül is a képernyőn egy ilyen 8 vagy 9 pályás verseny nagyon csalóka. Egy pillanatig sem lehet hinni a képnek, mert úgy torzít az optika. Ez az angol, ez nagyon rendes ember volt, elsőbb a gyönyörű kiejtéssel beszélt, tehát könnyen lehetett érteni, perfekt angol volt. Azonban életében, mint ahogy rögtön az első mondatában megmondta, akkor látott először kajakkenut. Így aztán egy kicsit meglepő volt, hogy a verseny alatt egy büdös szót se szólt, csak azt mondta, hogy az az érzésem, mondta ezt, amikor valami öldöklő hajrá volt két hajó között, az az érzésem, hogy az orosz hölgyeim és uraim, mondta, ami ugyancsak nagyon derék volt, mert ő csak nekünk kommentátoroknak mondta ezt a szöveget, és én nem emlékszem, hogy lett volna közöttünk hölgy. Viszont azért a biztonság kedvéről ezt az esélyt is megadta. Csak azt nem tudta kinyert. Így aztán őszintén szóval én se nagyon. És elég szomorú volt, hogy hát így nem tudtam meg, és nem is tudtam közölni azt, hogy a Parti Jancsi győzött. 1960. augusztus 29. A Kerabil boltok előtt nagy a tolongás. A televízió most közvetíti az olimpiai kajak és kenu versenyek döntőit. A kenu egyesek mezőnyében nagy a küzdelem. A magyarokat Parti János, a Helsinki és Melbourne olimpia második helyezettje képviseli. Csak az utolsó 50 méteren dőlt el a küzdelem. Ezúttal sikerült! Parti János kenuja haladt át elsőnek a célon. A rotációs gépek ontják a Népsport legfrissebb számát. Az első oldalon a magyar olimpiai csapat első győzelméről szóló tudósítás. Parti János a római olimpia első magyar aranyérmese. Ahogy a mikrofon mellől meg tudtam ítélni, nem sokkal a cél előtt, talán 100 méterrel a cél előtt, még az ötödik helyen eveztél. Igen. És honnan tudtál még tartalékerőt meríteni ahhoz, hogy ezt az ötödik helyet fölváltsad az aranyéremre? Hát nagyon egyszerűnek hangzik ma már, de ez úgy történt, hogy én erre tudatosan készültem 2 éven keresztül. Egy olyan versenytaktikát dolgoztam ki magamban, hogy van egy maximális iram, amivel meg lehet tenni ezt a távot, és ebből a iramból nekem úgy kell váltanom a végén, hogy a létező összes energiatartalékomat be tudjam dobni ebbe az 5 percnek a legvégébe. Ez mondom, egy tanult taktika volt nálam, amit 2 évig gyakoroltam, és nagyon sok esetben, akkor is, mikor fölösleges volt, akkor is úgy versenyeztem végig versenyeket, hogy akkor is finiseltem, amikor ellenfél nem is volt a közelben. Ezen aztán sokat nevettek rajtam akkoriban kisebb stílusú versenyeken, mert úgy nézett ki, mintha hát mondjuk így felvágósan versenyeznék. Pedig tudtam azt, hogy hát ezt így kell csinálni, mert kellő pillanatban erre lesz nagy szükség. Milyen szerepe volt a televízió megjelenésének abban, hogy ti nem csak eredményesen, hanem nagyon szépen is vívtatok? Ez nagyon érdekes dolog. Hát a televízió ma már mindenki szinte természetesnek veszi, elfelejtjük, hogy ennek volt egy első éves, egy hős korszaka is. Mi addig megszoktuk, hogy akár a te hangod, vagy barátunk szegény, akit már apostrofáltunk, Gulyás Gyuszi hangjából emlékezhettünk ezekre a versenyekre. És szinte hozzátartoztatok a csapathoz, hogy így mondjam. Megszoktuk az arcotokat, a beszélgetéseinket a nehéz meccsek között, de az a tudat, ami itt megjelent, jobban a tudat alatt, hogy ezt most az egész ország nem csak hallja, hanem látja is, hogy mi, hogy vívunk, hogy versenyzünk, ez bizony egy annak ellenére, hogy egy felelősség, plusz felelősség volt, mégis volt benne valami serkentő erő.
hogy ott néznek minket odahaza. Szóval ebben volt egy jó értelmébe vett serkentés, dopping, hogy így mondjam. Úgy emlékszem, hogy a döntő csörtét 9 percig tartott. Te egy élménybeszámolón azt mondottad, hogy 17 percig. Hát nagyon nehezen mondom azt, hogy téved valaki. Ez esetben téved szallagról leellenőriztem, mert azt a közvetítést én akkor hallottam meg szegény, felejtetett emlékű barátunk, közös barátunk, Gulyás Gyuszi közvetítését, amit szerencsére csak utólag hallottam. Sokkal nagyobb izgalom lehetett azt hallgatni, mint nekem végigcsinálni, akinek a kezében azért volt valami, amivel vágni, csípni, rúgni, ütni tudtam, de ezt tehetetlenül hallgatni, vagy éppenséggel nézni, hát le a kalappal. És akkor én kíváncsi lettem erre a különbségre, hogy mennyit kellett ott izgulni kívülről, és lemértem a szalagot, 17-es perc. Pontosan. Egy találat. Egyetlen egy találat éri. Hát mind a ketten tudtuk, hogy itt nem lehet most megkockáztatni egy kétes akciót. Itt mind a ketten az kellett, hogy tegyük, hogy az öt versenybíró egyszerre kap gyomorgörcsöt, akkor is találat legyen. Hát ez volt az ok annak, hogy 17 percig tologattuk egymást, arra a kristálytiszta tempóra várva, vívó nyelven szólva. És nekem szerencsém volt, én szinte a maszk alatt észrevettem a szeme villanásán Pavlovszkinak, hogy ő most elhatározott valamit, hogy mit, azt soha nem tudtam meg, nem is kérdeztem, az igaz, de ebben az úgynevezett ezred másodpercben csíptem el, mikor ő elhatározott, hogy most én megelőztem az ezred másodperccel, és hát ez még ma is előttem van, egy ilyen rövid fejoldal hassal találtam el. Hát ez kimondhatatlan nagy érzés volt, mert abban a pillanatban föl is tette a kezét, bemondta a találatot. És az még előttem van, az a pillanat, hogy a Kovács Pali szaladt be a Pástra, és mondta, hogy nem csak az olimpiai bajnokság, hanem olimpiai bajnoki találat volt. És ez nem közömbös, hogy kimondta, mert Kovács Pali, ha mondja, akkor az így is volt. Ma már szinte legendás hírja az összetartás, ami a három nagyot jellemezte. Gerevics abban az időben, azt hiszem, Róma idején 50, Kovács Pali 48 éves volt, te pedig majdnem 40. Ugye? Mi volt az a lelki plusz, ami benneteket a Páston és a Páston kívül is összekötött? Én ezt egyszerűen feltétlen bizalomnak nevezem. Mi feltétel nélkül bíztunk egymásban. Soha nem került szó arról, hogy valaki ezen a, vagy azon a mérkőzésen gyengében, vagy jobban, vagy kevésbé jobban vívott. Na most hát tudni kell ahhoz ezt is, hogy mi egy igen tág repertoár birtokában voltunk. Már úgy értem, technikai, a vívás abszolút technikai sport. Rengeteg technikai elemet kellett megtanulni. Természetesen ez hosszú évekig tart, ennek az elsajátítása, de akkor sokkal hosszabb ideig lehet az élvonalban versenyezni. Erre a legjobb, és talán a legkirívó példa, Kovács Palinak a 60-as olimpián gézzel volt a markolat és a fegyver a kezihez erősítve, mert erős inhüvelygyulladása volt, egy poharat nem tudott megfogni. És végigvívta a csapatversenyt gézzel hozzárögzített fegyverrel a kezében. Szóval ennél nagyobb akaraterőre nem találok példát. Hát van, persze még tudnék sorolni egy pár, de nálunk a vívósportban, hát ez egy olyan fegyvertény volt, a szószoros értelmében kézhez kötött fegyvertény, amire nagyon sokáig fogunk emlékezni. Mi ezt Tomival a Flaminio stadion aljából, az árkából közvetítettük, amikor tőlünk néhány kilométerre zajlott le a csapat döntő Magyarország és Lengyelország között. Ha jól emlékszem, mert csúsztatva adták, és itt összekeveredett a teremzaj a gájdal, tehát azzal a kommentátorral, aki bennünket informált utólag arról, hogy most éppen mit látunk a képernyőn. De közben a csarnokban egy egészen más esemény folyt, pontosabban a vívás csak egy másik szakaszánál tartott. Ha jól emlékszem, 6-6-nál éppen drámai csörte következett, amikor a Tomi szól, hogy figyelj csak egy kicsit, súgja oda nekem megfogva a mikrofont, a magyar himnuszt halljuk. A csarnokban már a magyar himnuszt játszották, amikor mi közvetítésben a magyar nézők felé
Még éppen a drámai pillanatoknál tartottunk. Akkor már kicsit felszabadultunk, egymásra kacsintottunk, és innentől kezdve egészen más stílusban, felszabadultabban tudta a Tomi utolsó csörtéket közvetíteni. Mit akartam én még elmesélni? Ja, hát volt egy furcsa fordulat, egy úgynevezett renonc, ahogy a kártyában renonc. Valami olyat követtem el, ami tilos tulajdonképpen a sportkommentátori előírások szerint. Ez is egy döntő volt, nevezetesen a Török Gyulának, közkeletűben, úgyhogy mindenki ismeri, a Török BK-nak a döntője. A légsúlyú ökölvívó döntő. Szivko, Szovjetunió volt az ellenfél, és minden este az adás, ez élőbe ment végre, és én a helyszínen ültem. Most azt nem mesélem el, hogy azon a délutánon életem nagy álma teljesült, Azon a délutánon életem nagy álma teljesült, megismerkedtem Jesse Owens-szal, arra, mert biztos emlékszik rá, hogy ömlött az eső akkor, ez volt az első, és ha jól emlékszem, az egyetlen esős nap Rómában. Ömlött az eső, de valami fantasztikus nagy eső volt, úgyhogy a Rájnak az udvarán térdig állt a víz. És egy lépcsőn kellett fölmenni, a Ráj az olasz rádiótelevízió. Lépcsőn kellett fölmenni, és ott mint a kiöntött ürgék álltunk ott a lépcsőn, mert nem tudtunk eljutni a kocsiig. Végül is a mi kocsink, mert nekünk volt egy nagyon kedves olasz gépkocsi vezetőnk, odaáll, és egyszer csak megláttam a lépcső tetején kétségbe esve Jesse Owens-et, önök tudják ki az bizonyára, ugye a 36-os olimpiának a néger hőse, ő ott akkor újságíróként volt. Megláttam a lépcső tetején, és hát végre a nagy eszménykép, és kiszóltam neki, hogy Mr. Owens, jöjjön, üljön be a kocsiba, kiugrottam az ajtóból, tessékeltem őt, ő rettetesen kedvesen elhárította, megköszönte, olyannyira, hogy becsapta a kocsi ajtaját rá az ujjamra. Hát aztán így ültem oda a Palazzo dello Sportban aznap este élőben közvetíteni a Török Gyula döntőjét. Nem voltam a legjobb állapotban, de legalább a helyszínen voltam, ez is valami. Igen, ám csak, hogy minden este az adás egy 9 perces filmösszefoglalóval kezdődött az aznapi eseményekről. Vagyis pontosan 5 perce ment ez az összefoglaló, amikor belépett a szorítóba a török és a szovjet ellenfél, és még ebből 4 perc volt hátra. Vagyis a teljes első menet és az azt követő 1 perces szünet az úgy ment, hogy én, és ez a renonc, ez tilos, hogy én elmondtam, hogy mit csinál a török, üvöltöttem, mint a fába szorult féreg, mert nagyon jól boxolt, és úgy nézett ki, hogy egy aranyát nyerhetünk. És a képernyőn szelíd vitorlások vitorláztak, kevésbé szelíd birkózók birkóztak, egy szóval mentek az aznapi olimpiai versenyszámok, illetve az arról szóló összefoglaló. Hát aztán ezért kaptam is dicséretet az újságba, de meg kell mondjam, hogy a dicséret bizonyára jogos volt, mert hiszen egy olimpiai bajnokot közvetítettem, de ez a iratlan televíziós törvények szerint tilos. Ha más esemény van a képen, akkor nem illik egy egész másról beszélni. Azóta megszegtük ezt még egyszer-kétszer, de azt hiszem ekkor szegtem meg először, de ma se bánom igazán. A meccsek előtt általában, ha komoly meccsen volt válogatott meccs, vagy magyar bajnokság, én egy olyan voltam, hogy lefeküdtem éjszaka, szóval este, és én átvettem a meccsemet, pláne ismertem a versenyzőt, akivel kell boxolnom, éjjel boxoltam. Álmodban vagy pedig fönn voltál? Hát álmomban is voltam, fölébredtem, pláne azért is fölébredtem, mert fogyasztottam légsúlyra is. 5-6 kilókat kellett lenyomnom 51 kilóra. Szomjas is voltam, és akkor boxolgattam. De már mikor bementem a szorítóba, sarcozott, szóval úgy, hogy idő volt, abban persze a lámpaláda elmúlt. Na például a Szivko elleni mérkőzés is lejátszottad az előző éjszaka? Igen, lefeküdtünk, előtte délelőtt még mentünk Árpi bácsival, csavarodtunk Rómába, kirakatokat, és úgy megbeszéltük, hogy nincs box, csak este, este lesz a sparring, és addig nincs semmi box beszélgetés. De minden 5 percre meg 7 percre mondta Árpi bácsi, Béka, győzöl? Mondom, győzök. Elmentünk, mester mondom, megverem a Szivkovot? Megvered, Béka. Szóval már úgy volt, és akkor lefeküdtem délután pihenni, és megvolt az erőstérem, akkor azt mondtam magamban, hogy elmert. Szóval bíztam magamban, hogy itt győzni kell. 9 órakor 17 ezer néző tapsvihara köszönti a szorítóban megjelenő Török Gyulát és ellenfelét a szovjet Szepkót. Középütt pedig a mérkőzés vezető Nusgen, német szövetségi köztársaság bírája. Most a gongütés után megkezdődik a hallatlanul izgalmasnak ígérkező olimpiai döntő. Az volt az utasítás az első menetben, hogy menjek előre és ütögessen meg a Szivkovot többször. Hát úgy is ment, első menetben mindjárt láttam és végighajtottam az első menetet. A második menetben kicsikét pihentettek,
az énekes meg az Adler volt a sarkomba, de a mutasítás szerint csináltam mindent. És a harmadik menet előtt? A harmadik menetben azt mondta az Adler, béka, boxolsz, kikapsz, ha verekszel, győzöl. És akkor hogy fogtak a szorítóban, na várj, idő, na most menj, és elindultam is. 3 percen keresztül ütöttem tokától a bokáig, hátba, ahol értem, vertem őt. Gyerünk, Gyuszikám, nagyon jó volt, csodálatos volt, most egy kicsit megingott a szovjet fiú, gyerünk, most minden bele, most kell eltalálni, törökült egymás után 3-at. Teljesen tisztán nyeri a harmadik menetet török, és még a végére is van ereje. Nagyszerű vagy, Gyuszi, csak bírjad! Gyerünk, menjél bele, mindent bele, megszólal a gong! Ilyen lelkesen, ilyen szívvel lélekkel, csak Paplaci méltó utóda török Gyuszi tudott küzdeni. Török olimpiai bajnok! Török olimpiai bajnok! Óriási a lelkesedés, kedves hallgatóim! Török Gyuszi! A fiatal kispesti gyerek, a Gránit gyár dolgozója, nem hiába mondta tegnap, hogy az aranyérmet a kezembe tartom. Kalapáccsal keverik ki azt a kezemből. Megnyerte, és megérdemelte, nyerte meg. Az öttusa utolsó versenyszáma 4000 méteres terepfutás. 38 fokos a hőmérséklet. A magyar öttusázók nagyszerűen vizsgáztak küzdőképességből. Az olimpiai bajnoksághoz Németh Tereznek a rekkenő hőségben 38 másodperccel kellett jobbat futnia, az első helyen álló amerikai Becknél. Nagy Imre lendületes futásával megerősítette a magyar csapat első helyét. Németh Ferenc minden erejét megfeszítve esett át a célon, behozta az amerikai pontelőnyét. A magyar csapat harmadik tagja Balcó András a cél előtt majdnem befogta az előtte induló két versenyzőt. Egy kis oxigénbelégzés, kis masszázs, és már is elmúlt a kimerültség. És néhány pillanattal később a dobogó legfelső fokán áll Németh Ferenc. Csapatversenyben is olimpiai bajnok Magyarország. Dráma és happy end. Egyperces történet előadó Németh Ferenc. Vajon vállalnád-e újra? Hát biztos, hogy vállalnám egy azért, mert 19 éve fiatalabb lennék. Másodszor én a pályafutásom elég rövid volt, és annyi szorult belém, amit már sajnos nem tudok kiadni magamból, hogy nagyon szívesen újra kezdeném. De azért ott 800 méter alatt cél előtt megfordult a fejedben. Jobb lenne ezt abba hagyni, nem? Hát én azt hiszem, hogy előbb megfordult. 2000 méter körül éreztem, hogy abba hagyom, és megállok. Legalábbis ilyen gondolatokat forgattam, mert... De ennek talán volt a hátterében valami. Igen. Az igazság az, hogy a Nagy Imre futott előttem, és hát általában az Imrét itthon meg szoktam verni 20-30-35 másodperccel, és mondjuk ő volt a támpont az időbevondást illetően, és mikor meghallottam, hogy 2 másodperccel vagyok jobb a Nagy Imrénél, hát azt hittem, hogy földbe gyökerezik a lábam. De a végül kisült, hogy nem én futottam annyira rosszul, hanem a Nagy Imre futott ragyogót, és hát így egy kicsit elvitt engem az erdőbe, hogy ezt mi sportnyelven szoktuk mondani. De ez azért hasznos is volt. Hát. Feltétlenül jó volt, mert hát végeredményben a teljesítmény az a végén hát kedvezően alakult. Hát a lovaglás után a magyar csapat nagyon jól áll. Hát a taktikai utasítás az volt, hogy fegyelmezetten kell lovagolni, és biztonsági lovaglásra kell törekedni. Én úgy érzem, hogy ezt mindenki betartotta, és talán ez volt záloga a későbbi sikereinknek. A vívásban sem ért bennünket kudarc. Hát igen, az igazság az, hogy jobban szerepeltünk azért, mint amit mi vártunk. Nagy Imre jó vívónak számított, én is a legjobb vívók között voltam az akkori mezőnyben. Balcó Bandinak abban az időben ez a versenyszám még nem volt erőssége, de valahogy ezen az olimpián önmagát felülmúlva 870 pontot vívott, és a verseny végével, már a vívó verseny végével úgy éreztük, hogy már nagyon nagy baj nem történhet. És nem történt semmi baj a lövészetben sem. Hic Rhodus, hic salta, így mondják ez az ugrópont minden öttusa versenyen, és ehhez mindig egy kicsit hozzásegít a célzó víz. Hát igen, akkor még lehetett ezt a célzóvizet használni, ma már ez tiltott dolog. Mi volt a te célzóvizet? Hát én megmondom őszintén, én száraz szomorodnit ittam. Mennyit? 4 decit. Ez vált be, ezt kísérleteztük ki. 2 zsemle és 2 macskósajt
között kellett ezt elfogyasztani. És hatása volt ennek? Igen. Csodálkoztam ezen. Igen. Szóval ennek gyakorlatilag egy olyan hatása van, hogy azt a nehéz időszakot segíti áthidalni a versenyzőnél, vagy segített áthidalni, amit ott végeredményben a lőállásban érez az ember, majdnem mozdulatlan állapotban. Csak egy példát szeretnék elmondani, hogy kívülállók számára ez ismeretlen, hogy egy lőállásban álló versenyzőnek a púzusa egyénektől függően van, akinek 140-160-at is elérhet. Az enyém még talán e fölött is volt. Én általában izgulós típus voltam. Kár volt egyáltalán betiltani azt, hogy az öttusa lövészet előtt igyanak a versenyzők, mert nem ittak annyit, amennyi károsította volna az egészségüket. Nagy tévedés, mert ittak annyit. Ittak annyit, ami károsítja az egészséget is, és annyit ittak, hogy, és nem is tiltották be sokáig, mert ez volt a vélemény, hogy úgyis megiszik egy fél deci barackpálinkát, de volt olyan versenyző, hogy ugye eltolódott a verseny, és megívott 6 fél decit. Hát és volt olyan versenyző, aki olimpián, mikor kiment a lövészetre, akkor össze-vissza lövöldözött, úgy kellett lefegyverezni, és tulajdonképpen, hát ennek az esetek, na most, ha valaki túl doppingolja magát nyugtatóval is, akkor lefelé elalszik, tehát az ő privát pehje, attól se lesz semmi baja, utána kialussza magát. Tehát én azt hiszem, hogy bár mindenütt ilyen egyszerű lenne a kérdés. Az országúti kerékpáros bajnokság küzdelmeiben 41 ország több mint 150 versenyzője indult. A 175 kilométeres körpályán nagy küzdelem alakult ki. A hajrában az olasz Trápe és a szovjet kapitánok megugrott és váltott vezetéssel haladt az élen. És egy tragikus eset, ahol nem voltak jelen a kamerák. A római olimpiának volt egy halálos áldozata is, a dán kerékpáros Jensen. Ja, a halál oka, ahogy szoktuk mondani, az mindig szívhalál, de hát itt összetettebb volt, a sportolónak jó volt a szíve a verseny kezdetén, nem kellett volna meghalnia. A döntő oka az volt, hogy úgynevezett doping anyagot vett be, és valójában ettől az esettől számítjuk a modern sportban az úgynevezett doping korszakot, szóval ma már tudjuk, hogy ettől az esettől számítjuk. Ő olyan dopinganyagot vett be, ami a szív vérkeringési rendszerét és a légző rendszerét közvetlenül hajtotta nagyobb teljesítményre. Tehát annak ellenére, hogy már az ő szervezete fáradt volt, neki már csökkenteni kellett volna a fizikai aktivitását, és nyilvánvalóan, hogy a idegrendszeréből jöttek is a vészjelzések, ez a szer azonban a vészjelzések ellenére hajtotta a szívet és a tüdőt, így ő hozzá, az izmai hozzájutottak oxigénhez, és így képes volt tulajdonképpen, mint rekonstruálták, félig önkívületi állapotban taposni a pedált, a hajtókat, és így azután, amikor már rosszul lett, akkor a gyors orvosi beavatkozás sem tudott rajta segíteni, tehát előállt ez az állapot, hogy végső tartalékaig versenyzett, tehát mozgósította azokat a tartalékokat, amiket már nem lehet mozgósítani, a sejtműködés, az életműködés károsodása, és jelen esetben hát visszafordíthatatlan károsodása nélkül. Egészen döbbenetes, egészen ijesztő az, hogy egy ember képes arra, hogy vállalva a halálveszedelmet bevesz egy olyan szert, csak azért, hogy győzzön. Na most azelőtt is volt dopping. Létezett a sportban dopping, de nem az amatőr sportban, a profi sportban volt, a profi kerékpár sportban. Ott azért dopingolták magukat a versenyzők, hogy minél nagyobb pénzeket keressenek a sport révén. De az amatőr sportban erről szó sem volt. Vajon mi okozhatta az, hogy éppen Rómában az amatőr sportnál is ilyen fontossá vált a győzelem? Az a gyanúm, hogy Rómában tört meg immár véglegesen, legalábbis a mikorunkig véglegesen, remélem, hogy egyszer jön majd a tisztákkor, Rómában tört meg az a szakasza a sportnak, amikor a puszta győzelem, a győzelemnek a nemes vonásai kerültek előtérbe, tehát a cél a másik legyőzése volt, de nem minden áron. Rómától kezdve, amikor már a televízió közvetítette az olimpiai versenyeket, amikor már százmilliók voltak tanulja a versenyeknek, amikor már bekapcsolódtak a reklámcégek, amikor már nem csak a reklámcégek, hanem a patronáló, a bázis országok, vagy pedig szervek is már támogatták anyagilag a sportolókat, ettől kezdve már
Talán még a halálveszedelemmel is szembenézett a sportoló azért, hogy egy olimpia segítségével esetleg meggazdagodjék, esetleg úgy megalapozza a jövőbeni életét, hogy az sokkal könnyebb legyen, mint az átlagemberi. Napjaink doppingja, ami a 60-as években indult és a 70-es években hát burjánzott és burjánzik, ez az anabolikus szteroidok, amelyek azért változtatták meg a klasszikus doping fogalmat, mert egyrészt testazonos anyagok, tehát nem testidegen anyagok, ezt talán nem is említettem, mert a mellékvesekérek hormonjai, másrészt pedig nem a verseny, hanem a felkészülés időszakában alkalmazzák őket. Izomgyarapítási célzattal, de nem csak izomgyarapítási célzattal, és ezért terjed a használatuk nem csak az erős sportokban, hanem szinte valamennyi sportágban, mert a szervezetben általában a fehérje beépülést fokozzák, és a fehérjéknek nem csak az izomban, hanem hát számos egyéb életfolyamatban alapvető jelentősége van. Tehát a montreali olimpia előtt doping listára kerültek az anabolikus szteroidok is, mert mód nyílik az ellenőrzésükre, és mert ettől a faktortól, hát ettől a definitív dologtól eltekintve, hogy nem a verseny napján alkalmazzuk őket, sajnos mindenben kielégítik a doping definíciót, amennyiben hát károsak az egészségre. Tehát tartós alkalmazások egészségkárosodást okoz. És egyrészt hogy hidalják át, hogy az ellenőrzés nem utassa ki ezt a szteroidot, másrészt a szteroidnak mi a káros hatása? Na hát ennek a szteroidnak, mert vannak egyéb szteroidok, amiket Moszkva után akarnak doping listára tenni, tehát ez is mutatja, hogy az úgynevezett gyógyszerháború egyáltalán nem ért véget, hanem újabb vegyületcsoportokat készül az orvosbizottság doping listára tenni, hozzá kell tegyem nagyon helyesen. Én magam igazán nem vagyok konzervatív, de muszáj gátat vetni ennek, és bár hangsúlyozom, hogy társadalmi a veszély, de biológiai oldalról lehet csak korlátozni. Tehát ezek a dopingszerek károsítják, ezek hímnemi hormonhatásúak, az anabolikus szteroidok. Tehát mind a két nemben zavarják, befolyásolják, károsítják a nemi működést, aminek eddig nem bizonyítottan, de feltételezhetően örökletes, szóval csirakárosodáson keresztül be sem látható következménye is lehetnek. De az egyént közvetlenül fenyegeti a májkárosodás, ami megint csak az életet közvetlenül veszélyezteti, mert ezek a hormonok a májban kerülnek lebontásra, és a túlzott alkalmazásuk túlterheli feltétlenül a májat. Másrészt magát azt a szervrendszert és az izomrendszert, aminek a gyarapítására alkalmazzák, paradox módon károsítja, mert az anabolikus szteroidok nagy adagjával gyarapított izomzat nem teljes értékű, könnyebben sérül, de könnyebben sérül az izület is, mert megbomlik az egyensúly a mozgatórendszer aktív izom, passzív csont izület részei között, tehát a túlzottan felerősített izomzat egy nagy mozgásnál, mondjuk egy diszkoszvetésnél, csak egy példát mondjak, vagy kalapásvetésnél, szétszakítja az izületet. Nem a győzelem, hanem a részvétel. Milyen messzire kerültünk ettől a jelszótól, amelynek jegyében 1896-ban felújították az olimpiai játékokat. Ami a doping kimutatást illeti, hát akkor lehet valamit tiltani, amikor ki tudjuk mutatni. Viszont miután ezt a anabolikus szteroidokat nem a verseny napján alkalmazzák, tehát a verseny napján gyűjtött vizeletből, mint a amfetamint vagy egyéb klasszikus dopingszereket nem lehet kimutatni, ha az illető idejekorán abba hagyta. Na most ez az idejekorán, hát ez most a kutatók egyik témája sajnos számos országban, hogy mikor kell abba hagyni, mert itt egy ilyen randa mérlegelés folyik. Ugye, hogyha egyáltalán nem használok anabolikus szteroidot,
akkor kisebb lesz a teljesítményem. Ha használok, nagyobb lesz, de ki fognak zárni. Tehát használok, egy idő múlva abba hagyom, így kisebb lesz, mint hogyha végig szedtem volna, de nagyobb lesz, mintha egyáltalán nem szedtem volna. Tehát itt jön a kompromisszum, és hát akik így az elmúlt években, nem sok, egy-kettő megbukott, az azért bukott meg, mert rosszul számolt. Most már valóban irreális kockázatot vállalnak a versenyzők a siker érdekében, és ez az irreális kockázat, nem vagyok orvos, de van egy olyan gyanúm, hogy ez az irreális kockázat dopping nélkül is létezik, ugyanis olyan fantasztikus munka kezdődött a római olimpiát követően a sportban. Olyan hihetetlen nagy edzés adagokat vállalnak el a versenyzők, hogy tartok tőle, hogy ez már kicsit túl van azon a határon, amit úgy mondunk, hogy a szervezet egészsége megkíván. A másik dolog pedig az, hogy ezek a sportolók, főként akik dopingot szedtek, ezek nem bűnösök, ők áldozatok. Ők áldozatai ennek a légkörnek, ami uralkodik ma a világ sportjában. Három külön repülőgépen érkeztek meg legjobb sportolóink a római olimpiáról. A Ferihegyi repülőtéren a párt, a kormány és a társadalmi szervek képviselői köszöntötték a magyar olimpiásokat. Minden idők legnagyobb világversenyén a magyarok megállták helyüket. 6 első, 8 második, 7 harmadik helyet szereztek, és a nemzetek nem hivatalos pontversenyében az 5. helyen végeztek. A párt és a kormány nevében Kállai Gyula, a minisztertanács első elnök helyettese köszöntötte bajnokainkat. Parti János az első magyar aranyérmes. Török Gyula a légsúlyú ökölvívás olimpiai bajnoka. Német Ferenc a világ legjobb öttusázója. Kárpáti Rudolf megvédte a Melbourne-ben kivívott kard elsőségét. Gerevics Aladár 1932 óta, Kovács Pál 1936 óta olimpiai bajnok. Kárpáti Rudolf köszönte meg a magyar nép szerető gondoskodását. A hivatalos fogadtatás után a család, a munkatársak, az ismerősök és jó barátok köszöntötték a Rómából hazatért győzteseket. Mondják, hogy hazajöttél egy héttel hamarabb. Ja, honvágyam volt, már alig vártam, hogy itt legyek. Várt a Gránit. A repülőtéren kint volt mindenki, az egész Gránitgyár, Kispestől a barátaim, és zászlókkal, meg gyárunk büszkeséget, olyan, mint a Maján is lett volna. Hát nagy dolog volt miniszterekkel kezet fogni, gratulációjukat elfogadni, szülők, barátok ölelését hát érezni, és aztán akkor valahogy az egész ország úgy együtt dobant velünk. És a csepeli gyárkapuban? Hát az egy nagy élmény volt, egy sereg táviratot kaptam, még ma is őrzöm, gyár dolgozóitól, közvetlen munkatársaimtól, és olyanoktól is kaptam például Cambridge-ből, Tóth János nevű aláírással, akit talán soha életemben nem ismertem. Ma is őrzöm a levelét, mert olyan szívhez szólóan gratulált nekem és a sportársaimnak, hogy igazán megható volt. Mi volt a betegséged hátterében? Hát sajnos 61-ben én úgy éreztem, hogy 61 májusra környékén, hogy baj van a futásommal. Én nekem soha nem volt problémám a futással. Futóalkatnak is hívtak, szerencsés izomzattal, és hát 5,8-es vitálkapacitású tüdőmmel, és ragyogó szívem volt, mint az eredmények is mutatták. Egy vírusos influenzát kaptam az év tavaszán, és hát mint minden öttusázó, ezt általában nem vettek komolyan. Dolgoztam ugyanúgy, mintha mi se történt volna, aztán később kisült, hogy ez az A2-es vírusnak vannak maradandó nyomai, és kifejlődött egy szívizomgyulladás, úgyhogy 61 májusában pont egy nemzetközi versenyre való utazás előtt én elájultam, és hát innentől kezdve aztán gyakorlatilag kórház és orvos egymást követte. Nem sikerült felfedezni, hogy mitől volt, többen azt mondták, hogy idegi kimerültség, nem tudom, 5 éves megfeszített munka. Én dolgoztam tovább, a 61-es világbajnokságra kikerültem, ott sajnos a bemelegítésbe felbuktam. Utólag azt mondom, hogy illetőleg hát nem is én, inkább az orvosok mondták, hogy szerencsém volt, hogy nem hajtottam végig a versenyt, mert talán nem éltem volna túl. Fennállt a karditisznek a esete már abban az időben. Te egyszerűen vette, sláger cím lettél a lapokban. Ja, állandóan
cikkeztek, hatósági közönk erőszak, meg verekedés, meg de ilyen... De stimmelt, igaz? Nem stimmelt. Nem. Volt benne, de nem úgy stimmelt, hogy ezt leírta az újság, szóval leírták. Na, szóval megvertél valakit, vagy nem? Verés rendőrt nem lehet megverni, tudom, én nem... Szóval én csak olyannal akartak vádolni, hogy megvertem a rendőrt. Na, de azért összekoccantál. Igen, persze. Na és mi? Hát de nem voltál észné, vagy mi volt veled? Jugoszláv-magyar válogatott meccs volt, edzőtáborban voltunk, hazajöttem a Szenes Dezső bácsival, kapitányunkkal, a Vona Jóskának az esküvőjére. Reggel mentem haza kocsival, voltak a barátaim bent, ugyanúgy ökölvívók, és kiszállok a kocsiból, és azt mondja egy rendőr tizedes, hogy miért dudolnak, vasárnap reggel volt. Mondom, dudolunk, a lakásom előtt vagyok, és hát... De hogy áll maga taknyos huligán előttem, és eladott egy pofont. És aztán pofon vágott, én megköszöntem, és akkor erre csináltak egy nagy reklámot. Én majdnem a lóról szállva kerültem be a sportvezetésbe, és alapvetően olyan különösebben nagy tapasztalatom nem volt, és úgy hiszem, hogy ehhez azért az is kellett volna. De nagyon örülök neki, mert végeredményben egy aranycsapat kovácsolásának lehettem a az egyik munkása, akkor alakult ki a Balcó, Török, Móna összetételű aranycsapat, és Hegedűs Fricivel hát bábáskodtunk ennek a csapatnak az eredményes szereplése érdekében. Több mint 3 évig voltál a szövetség főtitkára, és aztán egy kicsit furcsa körülmények között, és talán keserű szájízzel is távoztál. Hát egy kicsit igen. Elmondanád, mi volt itt a háttérben? Hát ne, én nem akarok ebben a részleteibe belemenni. Volt ez a ominózusos nadrágülés. Hát gyakorlatilag az nyakamba varták ezt a témát azzal, hogy én voltam felelős a csapatért, és hát gyakorlatilag engem áldoztak föl. Hát ennél egy kicsit talán többet kellene mondanunk. Igen? A nadrágügy hátterében Nyugat-Németországban egy áruházi történet állott, rendőrségi krónika is, nem? Igen, de én elmondom őszintén, én nem akarok ebbe belebonyolódni. Igazad van, nem is érdemes újra felvetni, de azért annyit a közönségnek el kell mondanunk, hogy ebbe a magyar csapat egyik másik tagja belekeveredett, és aztán a főtitkár tették felelőssé. Igen. Januártól voltam a válogatott keretnél, mi alapoztunk a német Lajával, és jött egy váltság februárban. Nem lett szerződésem a válogatottnál, Paplaci átvette a vezetést. Nem tudom, hogy miért, hogy lehet az, hogy nincs szükség rám. Ő is volt ugyanebbe, hogy őt is kilökték a válogatottól. Annyi ember között furták jobbra-balra. Most ugyanabban a cipőbe járok én, mint ő. Nincs sehol szerződésem. Szeretnék nevetni, boxolni, tanítani, nevelni sok fiatal versenyzőt, vagy bárhol. Én jelentkeztem több ízben, Paplacinál is, a szövetségben is. De azért, ha Paplaci hív... Bármikor hívna, megyek segíteni. Vajon milyen gondjai vannak Parti János szövetségi kapitánynak? Ez a moszkvai olimpia kajakkenu versenyei, hát nem olyanok lesznek számunkra, a magyar csapat számára, mint 1960-ban, mert ma nem olyan csapatunk van, mint akkor volt. Kétségtelen, hogy nagyon jó versenyzőink vannak más klubokból is, a Budapesti Honvéd, Építők, MTKVM, Rábaeto, Szeol, ezek az egyesületekben mindegyikben kemény munka folyik, de a csapatunknak nincs olyan több esélyes kilátása, mint ami 1960-ban volt. Miért nincs? Azért, mert az olimpiák idejére más országok is nagyon keményen összeszedik magukat. Más országok versenyzői is megkapnak minden támogatást az olimpiai évében. Ezek felzárkóznak és sűrűvé teszik a mezőt. Ráadásul a szovjetek legerősebbek ebben a sportágban. Általában nyernek 6 olimpiai aranyérmet az olimpiákon, kajakkenu versenyszámokban. Hát ők otthon rendezik most az olimpiát, ismert pályán, hát nyilván el fognak mindent követni, hogy lehetőleg mindent ők nyerjenek meg. Rómából jelentjük, ez volt a felirat, minden alkalommal, mikor bejelentkeztünk összefoglaló vagy élőadásban. Ketten voltunk mindössze Vitrai Tomival, nem volt könnyű a feladat.
Azt nem mondhatom, hogy az azóta elkövetkezett olimpiák könnyebb feladatot jelentettek, bár nem ketten voltunk, hanem egyre többen. Csak halkan jegyzem meg, hogy Moszkvába 40-en megyünk, legalábbis így tervezzük, de ott már saját stúdiónk lesz, saját apparátussal. Valamennyi magyar döntős versenyen ott szeretnénk lenni, úgyhogy ez már más körülmények között történik, és gondolom, hogy eszünkbe se jut 1980-ban vagy 1960-ban, még csak ketten közvetítettünk egy olimpiai játékot.